Ügyvéd vagyok, uh... Mondjuk most már Magyarországon egyre inkább lehet mondani azt, hogy jogvédőügyvéd, alapvetően vagyok, de drogpolitikával elég sokat foglalkozom, dolgoztam a következő felszóló. meg hát a Petya is uh, anyaszervezetünknek nevezhető tasz uh, a 13 évet, és most a Helsinki Bizottságnál vagyok, illetve hát a jogdiporternek önkénteseként uh, veszek, vettem részt uh, például a fővárosi uh, drogstratégia. mellakozásában, mint többen itt a, a teremben uh, én a, az, a, a rendőri résznél próbáltam ilyen uh, emberi jogi szempontokat érvényesítetni a stratégiában. Ö, gyakorló, ügyvéd vagyok Magyarországon, tehát nekem az ilyen bírósági, rendőrségi ö, ö, rész az az, ami inkább az erőségen, kevésbé az elméleti, és egy kicsit reflektálva a, a, a Petya előadással, az az érdekes, hogy én fogok inkább én sztorizni, és kevésbé az ilyen, ilyen, ilyen hardcore elméleti jogi dolgokról beszélni, ahhoz képest, hogy, hogy, hogy de hát ezt a Petya nagyon ügyesen összerakta, hogy nekem kéne erről valamit villantanom, de majd esetleg a, a beszélgetésben majd több fog átjönni. Uh, hogy még ehhez valamennyire azért értek. Uh, a a röviden el kell mondanom, hogy, hogy, hogy mi ez a, a, az Eisenhower Fellowship, -e, amin voltam. Ez egy, uh, az amerikák nagyon szeretik a fellowshipeket. Ez egy ilyen külön világ, ez Európában nem biztos, hogy nagyon ismert. Ezek gyakorlatilag kicsit valahol a, a, az ilyen networkölés, a think tank és az egyesület közötti ilyen, ilyen furcsa, uh, uh, ilyen polipszerű szervezetek. Nagyon sok fellowship van. Ezek ösztöndíjjal induló uh, uh, rekrutációs bázis jelentenek, és akkor abból egy ilyen hálózatot hoznak létre, ami ami, ami tematikusan működik. Az Eisenhower Fellowship az a egyik legrégebbi, uh, ugye most, amikor én voltam, akkor a 70. születésnapját ünneplő egyik legtekintésebb, legnagyobb uh, fellowship. Uh, Eisenhower -e elnök alakította, és gyakorlatilag az ő örökséget viszi tovább, ez olyan szinten uh, valós családi projekt, hogy az ő unokái, mint élő unok, az egyik Harvardi professzor, a másik szenátor, szóval ők is ott voltak velünk több ilyen ponton, és akkor bekapcsolódtak ebbe. Az én, erre egy adott kutatási projekttel pályázik a, Tényleg Kínától, Oroszországon át, Kelet-Európán keresztül, Ausztráliából bárki. És akkor több körönfordulón keresztül, ha bejutsz, akkor kapsz egy, egy, egy. Most már csak öt hetes ösztöndíjat volt, amikor ez még a találkozó New Yorkban egy, egy, egy ügyész hölgyel, aki még Magyarországon volt egyébként 90-es években fél évet. De most már ez egy kicsit sajnos szűkebb. Na, és akkor én ezzel mentem, az én projektem pedig az absztraktban is volt olvasható. Alapvetően a, annak a megértésére tett kísérlet, hogy az az ország, ahol a, a, drogpolitikák jelenlegi modelljei, hát ha nem is születtek, de mondjuk, hogy, hogy, nagyon nagy részben létrejöttek, és aztán, amikor ezek az egyezmények, amiről a Petya is beszélt, megalkotásra került, meg elfogadta a nemzetközi közönség, akkor oroszán részt vállalt az Amerikai Egyesült Államok abban, hogy, hogy hogy, 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 hogy nézzenek ki ezen a főleg tiltása alapuló, de kiskapokat is tartom, az egyezmények, tehát az USA volt, ahonnan a passzát szél fújt. Nyilván a tiltás azért mondjuk az akkori Szovjetunió szándékával se volt nagyon ellentétes, tehát az azért el lehetett fogadni ezeket az egyezményeket, és ott nagyon sok minden most átalakul. és megpróbáltam megérteni, hogy hogy nem minden területen alakul el, de ami a kanabiszt illeti, ott egy nagyon jelentős változás van az én számomra pozitív, kedves irányban, és egy borzasztó egészségügyi krízis történik, amire a, a, a Petya is utalt e, e, egy-két mondat erejéig, ami a fentanél op krízis jelenti, erről a magyar sajtóban is azért most már írnak, a, a János is beszélt erről, most emlékezt cikkben. Szóval, hogy ez egy, ez egy, ez egy, ez egy ez egy nemzeti tragédia. Tehát, hogy, hogy szokták mondani, hogy, hogy már többen haltak meg benne, mint, az, mint a, mondjuk a vietnámi háborúban az amerikai katonák, de hát ezt egy másik számmal is lehet érzekeltetni, hogy a 2000 óta azt mondják, hogy több mint egy millió halálos áldozata van a fentani krízisnek. Ez egy nagyon-nagyon bonyolult dolog, és ennek a krízisnek többféle fázisa van. ez, 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 ez egy ilyen big farmára, gyógyszeriparra is visszavezethető folyamat, de már rég nem csak arról szól, hanem ebben már a szervezetbűnözés és a, 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 kínai trade war is megjelenik. Szóval ez egy nagyon-nagyon összetett, bonyolult folyamat, és megpróbáltam megérteni, hogy mi az, amit át tudunk hozni intő példaként, jó gyakorlatként, hogy mit csinálnak ezek az amerikaiak. Szóval ez volt a fellowship -emnek a lényege, és akkor uh, egy pár dolog, de tényleg ezek ilyen benyomások, és nagyon sok emberre találkoztam, több államban, ezt nem fogom tudni végigmondani, meg nem is ez a cél, Ugye, ami ami uh, a, a cannabis részét, a, a legalizációs részét, illetve csak annyi háttér, hogy, uh, hogy ez a 90-es évek közepétől induló uh, egy olyan uh, folyamat volt, ami először az orvosi kanabisszal kezdődött, és először Kaliforniában, talán 96 volt, amikor, amikor ezt uh, a, a népszavazás által sikerült átvinni, és utána ez elkezdett terjedni az orvosi kanabisz használat uh, szabályozásának elfogadása az államokban, és most már majdnem 39-nél tartunk most, de majd kiavítunk a a plenális, hogyha ez most nem pont a szám. Szóval az orvosi kanabiszt az, 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 gyakorlatilag majdnem minden államban van. Van kivétel, nemrég Floridában például leszavazták az orvosi kanabisszal kapcsolatos, ez, ez, egy nagyon viszonylag friss kezdeményezés, de azért nagyjából ez megy, és akkor a MLA a 23 államban már elfogadott, plusz Washington, tehát 24-ben, Washington DC-ben, ami nem külön állam, a, a felnőtt használat use, tehát boltba mész. Ez egy olyan diszpenzeri ami, ami, ahol Bostonban voltam, ennek a tulajdonosával beszéltem. Ez egy Essen nevű hely, olyan, mint a McDonald's lemészben, ott vannak az ilyen átvételi pontok, és akkor olyan touchscreen-en megnyomogatod, hogy mit szeretnél, fölmész, átveszed, van gumicukor, megsodorcigi, minden. Tehát, hogy tényleg, ami, ami előállítható van, CBD és THC és ilyen, ilyen százalék, olyan százalék, stb. Ez egy kicsi állam, de jó példa arra, hogy, hogy, hogy sem talán, hogy hol tartunk. ott, amikor én voltam, akkor 23-ban, 22-es adatok szerint 5 milliárd dollár a, a ennek a, ennek a cannabis a forgalma. Szóval Massachusetts, az tényleg egy kicsi állam. Iszonyat mennyiségű pénz. Uh, és hát ez a, az ember, aki ezt üzemeltette, neki három darab uh, ilyen boltja van, plusz egy olyan uh, farmja, ami, ami olyan, mint egy ilyen űrállomás nagyjából, uh, ilyen uh, szkafanderes emberek foglalkoznak a termesztéssel, inkább vegyészmérnökök, mint a kertészmérnökök. Uh, iszonyat profittal, ő már egy interstate dealer, tehát máshol is vannak dispenseri, mert Massachusetts állam, limitálja a, 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 ezeknek a, a boltoknak a számát, tehát neki három lehet. Csak ezért van neki máshol még öt. És ami érdekes volt, és ezt uh, uh, egy ilyen fő probléma és fő tanulságként mindenképpen uh, sokat foglalkozik vele az amerikai uh, közvélemény is, és bocsánat, még a következőre átmennék, hogy így néz ki mondjuk például egy, egy, New Yorki, hogy, hogy amikor ezt a szabályozást a kanabisszal kapcsolatban átviszik a tényleg a legális piacra, ami a Petyának az egyik ilyen ö, egyenese volt, és akkor a leg ö, ablakhoz közelebbi oldalon volt a teljesen szabályozott szabad piac. Szóval, hogy amikor oda elérnek, azért ö, eszébe jut sok szereplőnek, hogy ennek a folyamatnak, ami 70 éven keresztül kb. most csak mond, nem évre pontosan, a teljes tiltástól és a tényleg a legegyszerűbb személyes használata tartott kanabiszból fakadó iszonyat mértékű bebörtönzéstől elvezetett a mai napig, nagyon sok kárvallotja van, és ezért megpróbálják az államok, amikor ezt a szabályozást létrehozzák, beemelni ezeket a kárvallott közösségeket, és adnak, adnak neki, megpróbálnak nekik adni valamilyen plusz piaci előnyt. Tehát vannak, ahol próbálnak ilyen ekvitiket létrehozni, ilyen alapítvány szerűségeket, a pályázhatsz arra, hogy a boltot nyitsz, akkor kapjál, mit tudom én, félmillió dollárt arra, hogy az infrastruktúrát, mert ezek nem olcsó mulatság. Olyan szabályozási kritériumok vannak, mondjuk például a Massachusetts államban, az előző fotóhoz kapcsolódik, ami, aminél az van, hogy ugye ez egy probléma az például, hogy nem lehet banki utalási rendszerről bekapcsolni még a, a cannabis kereskedelmet, még nem csorolták át megfelelően a szövetségi szinten, ezért ez a cash business, magyarul hetente egyszer megy egy ilyen nagy ilyen furgon, tele hardcore dollár cash tehát ilyen tényleg és akkor azt be kell kamerázni, meg biztonságül, és egyébként meg a, a boltba belépsz, ott van egy kamera, megnézik a, a, a jogsidat, meg az útleveledet, akkor ott egy kamera, bent, és ez hogy szóval nagyon sok pénz egy ilyet kiépíteni, hogy teljesen szabályosan működjön, az, hogy bekerüljön mondjuk egy latino közösség sérül, a közösség tagja, kell hitel, és akkor próbálnak így adni ilyet. Ez nem nagyon jött össze mondjuk massachusetts és az New Yorkiak még nem is tartanak itt. Először ők még kiengedik a piacot, teljesen szabadon hagyják, pici boltokban, ilyenekben nincs engedély ennek a boltnak semmire, de árusít kanabis és ha majd elértek ezek olyan szintet, hogy eléggé jól működnek, meg stabilak, akkor utána szabályozzák, és akkor kapnak license, tehát engedít utólag. Ez egy másik modell. Nem akarok ezzel sokkal többet beszélni, meg nagyon sok tanulság van, de a legfontosabb kérdés az, hogy ez, ez ezt, a, ezt, az ilyen méltányosságot hogy emelik be a rendszerbe, és ez a vadkapitalista, nagyon profitorientált, egyébként jellemzően tényleg tipikusan amerikai szabadpiaci rendszer, ami ezt gyakorlatilag kezdi lenyomni már az alkoholhasználatot a, a, profitban, ebbe hogy tudnak egy kicsit ilyen szociális elemet is beemelni az adott államok. Nincs szövetségi szabályozás, kicsit ott még abban a fázisban, hogy kísérletezgetnek a, az egyes államok, hogy a modell a jó ott, és hogy hogy melyik működik. Nem tudjuk még a megoldást, én sem tudom, meg senki sem tudta. Tehát hmm. mindenek van előnye, meg hátránya. És akkor a másik rész, amiről beszélnék, próbálok, nem tudom, id időt így azon katasztrofálisan tudok állni, de hogy az meg, meg Jó? Jó. Az meg a fentanélválság. Ez egy nagyon bonyolult történet, és tehát itt, itt se tud senki se megoldás, se pontos korképet mondani. Sok gondolat van erről, nagyon-nagyon sok ember nagyon intenzíven foglalkozik azért ezzel a kérdéssel, mert tehát ez ilyen badikánt halott, nagyon sok halott. Tehát azt mondják, hogy, hogy napi 200 körül, 180-200 körül halott ma is, tehát ma a konferencia jelen napján meghalt 200 ember. Most ezek, nyilván ezt nem szabad teljesen összemosni. Ezt nem lehet uh, kizárólag csak a fentani túladagolásokra visszavezetni. Ez egy jóval árnyaltabb kép. A fentanéhoz is kapcsolódnak már olyan plusz anyagok, uh, mondjuk ez úgynevezett, uh, ez a zájlazinnak nevezett uh, ilyen trenként árult kombináció, ami, ami, ami például kicsit azért egy más vagy és abban is halnak meg. Meg a klasszikus ópiát túladagolásban persze a, a hagyományosnak nevezett heroin túladagolás is szerepel a statisztikában, de egy, ez egy akkora mennyiségű uh, halottat jelent, hogy, 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 hogy próbálnak valamit vele tenni, és nagyon sokféle kísérlet is van. És az, ott tart most a, az Egyesült Államok, amennyire én láttam, én találkoztam Washingtonban azért a, most már úgy mondanám, hogy nem sokára volt kormánynak a, 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 a szervének a vezetőivel, hogy, 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 hogy igazából ilyen szinte kétségbe esetten keresnek választ, és itt is egyébként államilag, tagállamokban is eltér a, meg, a, a megoldás. Ez a kép, ez a Kensington elhíresült, két ilyen nagy ilyen, olyan open air, tehát nyitott ilyen drog van, amiről nagyon sok YouTube videót is lehet látni, és ilyen zombi meg ilyen nagyon degradáló módon beszélnek róla. Ez az egyik, ez a philadelphiai Kensington utca, ez egy parkba megy be, itt voltam egy tűcsere szervezetnél, aminek az egy Prevention Point, ez az, az egyik legrégebbi tűcsere szervezet az államokban. És itt gyakorlatilag, hát hasonló, ez egy takarításnak egy része, de hogy, de hogy gyakorlatilag az utcán használnak nagyon rossz mentális állapotban lévő hajléktalan emberek zömmel, valamilyen OPS, és főleg fentanét, és borzasztó sokan halnak meg. A Philadelphia város nagyon progresszív, ott is volt azért most váltás, de hogy alapvetően e, olyan szinten próbálnak mindent meg, hogy van olyan rendőrség, aki kifejezetten ilyen, ilyen ártalom csökkentése foglalkozik, amik ugyan, ugyanúgy e, rendőr, tehát von officerek, tehát hogy tényleges de is fegyverük, nem klasszikus e, e, rendőruhában vannak, és hogy mennek oda, és próbálják eltolni az embereket, hogy ilyen, ilyen szolgáltatást, olyan szolgáltatást tudsz igénybe venni, és szociális munkással együtt mennek. Tehát, hogy mindent kipróbálnak, amit, amit, amit tudnak, és azt rájöttek, hogy egy borzasztó lakatási válsággal együtt kell megoldaniuk. Ezért mondom, hogy államonként is nagyon eltér a helyzet, de azt már látják, gyakorlatilag persze nem lehet a középnyugatot, meg a keleti partot összemosni, de hogy, hogy a, a, szociális rendszer, a mentálhigién és ellátások központosított rendszerének a hiánya, meg a lakhatási válság egyszerre ütött az ópiát kézissel. Szóval, hogy a szerhasználat az, az jött valahonnan, szerintem egyébként az elcseszett 70 év drogháborújából. Ez az egyik, ahová lehet jutni, hogyha a drogháborút túltoljuk, ezt tudja a végén csinálni ez a rendszer. És ugye a megoldások is államinak nagyon el tudnak térni. Teljesen más idaho egy általom csökkentés, mint, mint Pennsylvániában. Ez, ez Massachusetts-ben a, a messen Cass nevű két utcának a találkozása, mögötte van a Börtön, az a hely, ahol voltam, ott a Burton igazgatóval ezen mentünk át. Neki például olyan probléma is voltak, hogy nem tudott normálisan toborozni új tiszteket, mert egy csomóan nem akartak így bemenni a munkahelyükre. Úgyhogy ez éppen, amikor ott volt, felszámolták ezt a Covid alatt létrejött ellátó központ volt egyébként, a Messent Kesz, és hogy igazából azért lett koncentrált nagy a, a jelenlét a hajléktalan szerfogyasztó embereknek, mert ott kaptak ellátást és oda mentek. De nem csak a városon belül szívta föl, hanem a régióból is azokat az embereket, akiknek kellett ellátás. Szóval ez egy nagyon összetett dolog, mert másrészt pedig megjelenít ezt egy olyan problémát, amit rühelnek a, a helyiek. Értem, hogy miért nem akarja itt valaki a babakocsiát tolni. Ugyanakkor ezek persze nem ilyen egyszerű, ezek, hogy akkor el kell üntet, a szeméttel együtt eltüntetjük az embereket, mert hogy nem szűnik meg ettől a probléma. Apá, bocsánat, másik irány. És akkor ez egy másik, az utolsó percemben egy másik modell, amit ez egy, ez egy, ez egy, egy sztorihoz kapcsolódik, ez a Homeboy Industry, egy modell, amit nagyon sok használnak, egy, egy, Greg atya nevű katolikus pap ki. Ez a másik ilyen nagyon rossz állapotban lévő rész, ez Los Angeles, és közel a, ugye az, a Skid Row nevű ilyen környék az, ami, ami nagy ilyen Pont. És itt, uh, itt, itt bandaháború, főleg elítélt uh, és részben droghasználó uh, résztvevőit rehabilitálják. És ez a katolikus pap, amikor már uh, 90-es években kezdett, ez nagyon régi, akkor már hetente háromszor temetett, mert hogy lelőtték egymást a 17 évesek a bandaháborúban. Akkor kísérletezett nagyon sok minden, és aztán létrehozott egy szervezett rendszer, amiben most már pékségeik vannak, meg nem tudom micsodák, tehát munkát ad, rehabilitációt is ad, közösséget is épít, nagyon-nagyon sok minden érdekes dolgot csinál, és nem, ő nem térít igazából. Tehát a lehet szépként vallás nélkül is abszolút ebben. benne. Nem olyan, mint az AA, ez egy másik modell. És ott nekem, a, aki, aki az én guide volt, és ott engem kalauzolt, az egy csávó, aki azt hiszem akkor két évvel jött ki, emberölés miatt volt sitte, mert egy rablásnál fejbe lőttek valakit, az meghalt, nem ő lőtte, ő, ő volt a, a, a bűnsegét, hogy így egy kicsit magyar jogiaskodjak. Jó, oké, okay, azt hiszem, hogy uh, Ennyi, ennyi fért be nekem most, és akkor majd még igyekszem még egy pár dolgot erről még hozzátenni, ami nem fért bele. Köszönöm, a